Óriási tömegek érkeztek folyamatosan Ferencvárosi Gyáli út 50 szám alatti raktárépülethez, megrakodva adományokkal egészen délelőttől február 26-án az Ukrajnából menekülők megsegítése érdekében. Nem tudom szavakat, hogy végignézek, hogy mennyien jöttek, úgyhogy ez jó, ez jó. Nem voltunk felkészülve erre az egészre, és ami itt fantasztikus, hogy azon kívül, hogy vannak Bike Mafia önkéntesek, meg vannak Age of Hope önkéntesek, az emberek elkezdtek beszállni még abba is, hogy hogyan szortírozzunk. És, tehát itt az emberek maguktól logisztikáznak, elképesztően jó. Innen egyenesen Záhonyba kerülnek majd az adományok, és onnan osztják majd szét tovább a helyi önkormányzatok között, ahova a menekültek folyamatosan érkeznek. Ekkora mennyiségű adományra azonban egyik szervezet sem számított. 300-400%-kal teljesítették túl a felajánlók ezt a mai programot, de nincs ezen semmi gond, hogy el tudjuk szállítani, fellőjünk a feladathoz. Számítottunk arra, mivel azt láttuk, hogy sokan, elképesztő mennyiség kellett kommunikálni ahhoz a tegnapi nap folyamán, nagyon sok volt az érdeklődő, nagyon sok volt, aki segítséget szeretne nyújtani, de az, hogy adományban alapvetően, hogy eljönnek emberek, és ennyi tárgyi adományt hoznak, az valami egészen minden képzeletet felülmúlt. Tehát gyakorlatilag már elmentek buszok, és a három busz, amit meg akartunk tölteni, helyette minimum 10 vagy 12 busz fog elmenni, és még személyautók. Tehát egy hatalmas konvoj fog kialakulni. Elsősorban csomagolt kész szendvicseket, melegételkonzerveket, tábori ágyakat, gyümölcsleveket, izolációs fóliákat, takarókat, hálózsákokat, termoszokat, babaápolási kellékeket és tisztálkodószereket vártak. Hővédőfóliát kértünk például, termoszokat, bébi ételeket, babápolási holmikat, elsősorban nedves törlőkendőket, nőhigiénés termékeket, illetve meleg ételkonzerveket, konzerveket. Tehát elsősorban tartós holmikat, rengeteg szendvics is érkezett, tehát ez a prioritást élvezi. De meg kell látni, tehát most, hogy ennyi minden bejött, én úgy gondolom, hogy dolgozzuk ezt fel. Ne legyen rá soha szükség, hogyha nem lesz szükség, akkor határon túl is egész szervezetekkel kapcsolatban vagyunk, tehát át lehet ezeket oda is vinni. A Budapest Bike Mafia és az Age of Hope, Reménykora Gyermekvédelmi Alapítvány figyelik az ukrajnai helyzet alakulását, és eszerint reagálnak majd az esetleges további akciókkal.